Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, hogyan lehetsz sikeres ingatlan befektető. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, amit csütörtökön zárok, úgyhogy várlak szeretettel, itt alattam kattints és legyél klubtag. Ez nagyon fontos, hogy hogyan lehet sikeres ingatlan befektető, ezt most egy hamely tőzsdei példán fogom megmutatni neked. Nemrég volt egy ilyen tőzsdei előadásom, nagyon sokan megvettétek, amit egyébként köszönök, és most jönnek a gyakorlati példák, hogy valaki ezt megcsinálta sikeresen, mert végülis ez a lényege. De ugyanaz a helyzet az ingatlan befektetéssel is. Ugyebár a sikertelenség titka, hogy bár tanácsot kérsz, amit meg sem hallasz, mert ragaszkodsz a régi sémáthoz, ami eddig nem működött. Hívott egy emberke engem, hogy ő nem hiszi el ezt a 30%-ot, amit én mondok, itt oktattam a tőzsdébe is, ez kizártnak tartja, ő régóta tőzsdézik, és ez kizárt. Tehát én hiába mondom el, hogy mit hogyan csináljon, hogyha eleve elzárkózik, és azt mondja, hogy ez lehetetlen. Tehát ha lehetetlen, akkor nyilván ő nem tudja megcsinálni. Én viszont nem tudtam, hogy ez lehetetlen, tehát ezért csináltam meg. Meg egyébként most mondok egy nagyon jó példát, és ezen keresztül megmutatom neked. Ugye sikertitka az, hogy megcsinálod, amit tőlem tanulsz, és pont azt, tehát nem fűszerezed, ez olyan, mint egy recept tulajdonképpen, ha tojást akarok sütni, akkor nem teszek hozzá cukrot, lekvárt, meg nem tudom, csicseri borsót, mert az már nem tojás rántotta, az már egészen más történet, és a legtöbb ember nem pont azt csinálja, és ez a nehézség ennek az egésznek, hanem ő beleteszi a saját tudását, egyébként ami eddig sem működött ráadásul, ezért javaslom, hogy tanulj tőlem. Ez egyébként konkrétan egy családtagom volt, és most így finoman fogalmazok. Ő DM kert vásárolt, méghozzá 29 forinton, olyan két hónapja körülbelül. 29 forinton megvette, és 39 forinton adta el most nemrég, és ez tulajdonképpen 34% profit, adózás előtt ezt hozzáteszem, tehát az igazsághoz nyilván ez hozzátartozik, de én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy figyelemre méltó eredmény. Én azt mondom egyébként, hogy ha évi 34%-ot ki tudsz hozni, akkor jó vagy, bőven jó. Én ezt lazán megcsinálom, meg szerintem bárki, aki ezt az anyagot megvette, vagy az ingatlan klub tagja, ők is ezt meg tudják csinálni. De hogyan lehet szert tenni erre profitre? Ezt egy kicsit vesézzük most ki. Ugye még nincs rossz üzleti tapasztalat, még nincsen semmilyen üzleti tapasztalat, tehát mondhatni, hogy az ember még szűz, pozitívan fordul mindenhez, és így igazából nem érte kudarc, hogy hú, ezt én próbáltam, már nem lehet, a szomszédom is mondta, hogy nem lett. Nincsen semmilyen rossz tapasztalat, sőt, semmilyen tapasztalat nincs, ez a világon a legjobb dolog. És ilyenkor, ha ő pont azt csinálja, amit én mondok, akkor van a világ legkönnyebb dolga neki is, meg egyébként nekem is, mert én nagyon boldog és büszke voltam rá, hogy ezt így megcsinálta. Ugye kevés pénzzel is el lehet kezdeni, ez konkrétan ez egy 80 ezer forintos történet volt mindössze, ennek csak azért mondom, hogy sok ember, hú, hát mennyi pénzzel lehet elkezdeni, akár tőzsdézni vagy ingatlanozni, hát nekem nincs elég pénzem. 80 ezer forint miért? Azért, mert nem tudta, hogy ő csak úgy gondolt, hogy valamennyi pénzt betesz és kipróbálja. És mindössze ilyen egyszerű, tehát nem kell limiteket szabni, hogy nekem nincsen 1 millió forintom, akkor be sem teszem, kezd el, tanuld meg, egész kevés pénzen meg lehet tanulni ráadásul, a tőzsdét, az ingatlant, a cégbefektetést, tulajdonképpen mindent, tehát tényleg egész kevés pénzzel, ebben az esetben ez 80 ezer forint volt, és nem az a nagy alt, hogy hú, kevés a pénzem, hát milyen kevés, hanem betette, vett rajta ezt a DMK részvényt 29 forinton, és igazából tudott egy szép nyereségre szert tenni. És akkor mi a következő, hogy megvan a bizalom felém. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindenki, sokat küzdöttem emberekkel, bár feleslegesen, hogy a bizalom. Tehát ha nincs meg a bizalom, én hiába mondom neked, hogy te mit csinálj, nem fogod megcsinálni. És pontosan ezért nincs értelme, hogy én ingyen osszam szana szél az összes tudásomat, mert nincs meg a bizalom, én hiába mondok bármilyen jó és értelmes dolgot, már pedig én itt szoktam csinálni, és akkor egyébként úgy csinálja az ember, de ráadásul azért kérdez meg engem, mert eddig nem működött az, amit ő csinált, viszont mégiscsak ragaszkodik hozzá. Ez egy emberi természet, egy emberi tulajdonság, ilyenek vagyunk, tehát nincs vele baj, csak ha én tényleg tanulni akarok, akkor egy kicsit nyitottabban és pozitívabban kell hozzáállnom ahhoz, akihez én megyek. Tehát én is tanulok különböző emberektől, nyilván teljesen nyitott vagyok, és elvetem azt, jó, én ezt itt szoktam, igazából az eddig működött, de nyilván ő olyat fog nekem mondani, amitől én még jobb leszek, tehát én nyitottan állok hozzá, és
minél több pénzt kérnek tőlem, annál nyitottabb vagyok egyébként, de a lényeg ez van, hogy legyen meg a bizalom is, ha valaki azt mondja, hogy igen, kikérem a te tanácsodat, akkor igenis, akkor nyitottan álljon legalább oda. Még akkor is, ha csak egy mondatot kér, amit én szoktam mondani nektek, hogy kért kinyugodtan a tanácsomat, egy mondat vagy egy kérdésed, lehet, nagyon szívesen megválaszolom, de legyél nyitott, mert anélkül nem lehet egyébként eredményt elérni. És végül, de nem utolsó sorban, nem gondolja túl a dolgot, és pont azt csinálja, amit mondok, és amit mondtam neked, hogy a siker receptje, ezt egyébként a Kulcsár úrtól hallottam, hogy bizony az egy recept, tehát a sikernek van egyedül receptje, a sikertelenségnek van titka, ezt ő mondta, és teljesen igaza van, tehát tojásrántottát csinálsz, mit tudom, zsírt eszel, tojás, meg mondjuk megsózod, és ennyi az egész, de mindenki hozzátesz még olyan dolgokat, amik nem odavalók, és pontosan ezért nem működnek a dolgok, mert már teljesen más az irány, az eredeti tervtől már nagyon-nagyon eltértünk. Tehát nem gondolod túl a dolgot, és a legegyszerűbb, és ez a nehézsége egyébként sok mindennek, hogy túl gondolják az emberek, túl sok hatás ér minket az internettől kezdve mindenhonnan, és túl gondoljuk, hú, hát az nem jó, hogy én csak ülök és várok, hát abból nekem nem lesz pénzem. Az, hogy ülök és várok, én 20-szoros pénzt csináltam 7 év alatt, ez lehet sok vagy kevés, de 20-szoros pénz attól még pénz, és nem kevés, ezt hozzáteszem. Jó, és ültem és vártam, és semmi más nem csináltam. És a legtöbb ember arra, hogy hú, egy hónap alatt nem történt semmi, hú, akkor csinálok valamit, akkor innen kijövök, akkor átteszem oda, akkor most ezt nem így csinálom, hanem úgy csinálom, és állandóan zsizseg bubog, és a vége az általában, hogy sikertelenség, mert mire megérne az a dolog, amiből pénzt fektetett, addigra pont igazából ő kiszállt belőle, és már tizedik másik dolognál tart, ami ugyanúgy nem hoz eredményt, mint az eddigi tevékenysége, jó? Tehát ne gondold túl a dolgot, pont azt csináld, amit mondok, akkor biztos, hogy pont oda fogsz érni, ahol egyébként akarsz, jó? Tehát így elsorolom még egyszer, és akkor ez a zárszó, ugye hogyan sikerülni 34% profitra szert tenni, és mindegy, hogy ingatlan, tőzsde vagy cégbefektetés, teljesen lényegtelen. Nincs rossz üzleti tapasztalat, nincs üzleti tapasztalat, és nincsen semmilyen tapasztalat, tehát könnyen elhiszed azt, amit én tanítok és mondok. Kevés pénzzel is el lehet kezdeni, tehát egész kevés pénzzel is, és nem az, hogy nincsen 1 millió forintom, akkor bele se kezdek. 80 ezer forintról volt most szó. Legyen meg a bizalom felé, vagy az afelé, az oktató felé, aki felé te fordulsz, és a tanácsát kikéred, akkor legalább hallgass meg, és próbáld megcsinálni azt, amit mond. Ez nagyon fontos. És ne gondold túl a dolgot, mert a pénzkeresés, ha hiszed, ha nem, nem könnyű, viszont egyszerű. És ebben rejlik egyébként a nehézsége, hogy nagyon egyszerű, és ettől nagyon nehéz, mert túl sok impulzus ér minket. Jó? Úgyhogy én részemről köszönöm a figyelmet. Csütörtökig még jelentkezhetsz az Ingatlanos Álmok Klubba. Itt alattam most kattints, regisztrálj, és legyél ott a Ingatlanos Álmok Klubba. Elsőjén pedig a célcsoportokról fogok nagy előadást tartani, június 1-én, de ez nyilván csak a klubtagoknak jár, úgyhogy várlak szeretettel. Szia!